Én a vidéki fiú Pesten belépek a mai New York kávéház épületébe, nézem a kiírásokat, felcaplatok az emeletre, benyitok egy ajtón és hosszan átsorgok a tágas üres előszobában. Laci arra jár, megszólítom, kezet nyújt, leültet. Örül, hogy Debrecenben végeztem ott, ahol ő is, és azonnal megdob egy feladattal. Kezembe nyomja frissen megjelent Pirandello drámákat, határidőt mond, és magától értetődőnek tekinti, hogy időre viszem az írást, és hogy az jó lesz. Ezt szokták bizalomnak hívni. És ez annak, aki az előszobában billeg egyik lábáról a másikra, és már épp kifalcolna, nyitva hagyott ajtón, olyan támasztékot adhat, mint adott az nekem akkor ott. Szállítom az anyagot, elfogadják, megjelenik, már benne is vagyok Laci szerkesztőségi szobájában. Milyen magától értetődő a fogalmazás és a történés is az volt, miközben tollal, spirálfüzetbe végtelen számú változatot írtam, áthúztam, írtam, áthúztam, írtam, áthúztam. Végül, ahogy aztán évekig, írógépbe pötyögöm, két példányban, köztük Indigo. Részletet olvastam föl Bérces László Kötőszavak című kötetéből. Vegyétek meg ti is!